A gyerekek, hoppá! És azt fogja mondani, hogy... És megérkeztünk. Ide is elhoztam a csupi családot. Megérkeztünk. Mindjárt folytatom. Megérkeztünk végre Robiba, elfoglaltuk a hotelt, leraktunk egy ügetőlovat, teljesen mindegy, blablabla. Volt autóbaleset, késtünk, fölmentünk a hegyekbe. Monteverez, mindenhol voltunk, eltévedtünk egyszer egy másfél órás úton. Viszont ugye a jótékonyság, és remélem, hogy egyszer majd a jó Isten visszaadja nekem ezt, de ha nem adja vissza, az se baj. Elhoztam a csupi családot. Szervusztok, kicsikéim! Megleptem őket egy úttal, repülővel érkeztek, nem volt olcsó repülő. Itt van Sophie, ott van Hanna, és itt ez a kis... Hogy nézel te én rám? Figyelj! Ez te kis erdek! Na itt a kis csapat, úgyhogy megleptem őket egy kirándulásra, úgyhogy fizetem nekik a repülőtől kezdve, míg le nem szállnak otthon. Ennyi. Úgyhogy ma komoly helyre mehettek vacsorázni. Hallottátok? Így van, föl is van véve dokumentet. Gyerekek, pénz számít. A barátság, meg a jó indulat, a jó lélek kijön. Belőlem kijön. Ez a baj. De ők nem is hálátlanok, úgyhogy nem félek tőle. Különben elkezdődött 2 órakor az árverés, ilyen se volt még, hogy pont nem vagyunk ott halálpontosan 2 órakor. Két óra, 5 perc van, hát már elkezdődött. Most ütötték le az életünk. Így van, most leütötték az életünk lovát, ez van. De hát kicsikkel nem tudsz, ugye elkészülnek. A kicsivel nem tudsz mit készülni, még el, vagy nincsen, még elkészül, ugye. Borotválkozott, de nem tudom, hogy vágt el a bajszát. Nagyon nem sikerült neki. Na, és Normandia. Van ott több is. De nézd, autóban maszkba ül. Aha, mondom, hogy van ott sok. Sok beteg van, itt azért nem. Mit akarok mondani? Álmom városa, Lovi, az biztos, az hozzá kell tenni. Hát, ha az Isten úgy akarja, akkor Bencus, Niki, Sári és Mirus november 10-én vagy repülnek, vagy kocsival, még nem találtuk ki, érkeznek ide. Ha kocsival, akkor Feri is, ha nem, akkor 4-en repülővel. Érkeznek az árverésre. Ha kocsival mennek, akkor Párizs, mert azt mondta a lányom a Sári, hogy apa, álmom város a Párizs. Hát akkor ennyit nekik is megtehetek. A barátom családját itt támogatom, akkor a saját gyerekeimet is támogathatom ennyivel, hogy állom az útjukat. Kész. Hát igen, ezt nézd meg. Nincs olyan év, ugye, mert minden évben itt vagyok, hogy ezeket ne videóznám. Hát természetesen holnap tengerparttal nyitunk, az klasszikus tradíció, itt ez a szép templom, na kíváncsi vagyok, hogy lesz helyünk, itt sosincs hely különben, még ráadásul, itt a templomra is meg lehet átnézni, itt se szokott lenni, nem, a parkolóba talán be, vagy hát, ha itt szerencsénk van, emögött a kocsi mögött, mi van, nincs semmi, jó, nem jó, itt is tele szokott lenni, itt mindig tele, egy az versenynap is van ma. Na, itt pont építenek valamit, de hát, ha nem építenének, akkor itt meg tele lenne autóval, úgyhogy nem kell félni. Tehát versenynap is van ma, és árverés is van, és itt a ló az első, itt az utcán sétálgatnak, csarnok, versenypálya, tengerparton galoppoznak, eszméletlen, micsoda lókultusz van, nem akarom bántani az országot, ahol élek, Magyarországot, de hát elbújhatunk. Nagyon-nagyon messzire. Sajnos. Aki most megkövez ezért, az de kövezzen. Ideig, persze, próbáljuk meg, így van. Én nem blablablázok, hanem reálisan mondom a dolgokat. Tudom, hogy mi hogyan van. Itt nem fognak beengedni valószínűleg, de egy próbát megér. Nem úgy is mutattam, hogy sövál, izé, du-du-du. Próbálj, menj hát, ha elment. Nem, itt van a gyerek. Na jó, hát, na. Meg anyád, nem? Csak nem szalad utánuk. Na ez Deauville. Most futottak le a lovak. Első futam lement. Hát, fantasztikus. Hát csupi barátom is majdnem könnyezett, ahogy milyen tájakon jöttünk itt Normandiába. Mi? Nincs itt belül a parkolóba sehol? Nem tudom, nem fér. Mindegy, lesz itt valahol. Itt mi van? Ja, ez egy bejáró. És itt hely? Ez méletlen. Tele. Minden tele. Közben meg ütölgetik le a lovainkat, hallod? Na jó, egyenlőre ennyi, majd jelentkezünk a csarnokból. Pusz. Pusz mindenkinek, drukkolást.
Remélem, nem veszek lovat.